Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök június 16-án, kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! 5 méter magas homokszobor készül a Kossuth téren. Újra várja az olvasni vágyókat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Június 26-áig az általános iskolák tartanak napközis tábort. Teret hódít a latin tánc, mint mozgásforma Tatán. Koronával és angyalokkal jeleníti majd meg az 1920-as Magyar Királyi címert az az alkotás, amelynek munkálatai júniusban kezdődtek el a Szentkereszt plébánia templom előtt. A helyszínen egy 5 méter magas és 10 méter széles homokszobor készül, amely várhatóan egy hónap alatt nyeri el végleges formáját. Készül az alap ahhoz az 5 méter magas és 10 méter széles homokszoborhoz, amely az 1920-as Magyar Királyi címert formázza majd meg koronával és angyalokkal. Az alkotást Monostori Ferenc szobrász készíti közel 200 köbméter homok felhasználásával. Az alkotás a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékezik, a vírushelyzet miatt azonban csak júliusban készül el a remek mű. Több hónapja kezdődött, amikor ugye megálmodtam ezt a dolgot, és kitaláltam, és akkor lerajzoltam, mértem, megmértem, kimértem a részt, mert ugye nem kicsi, hanem 10 méter széles, 5 méter magas. Tehát ez még így homokszoborban is azért ugye a nagyobbnak kategóriába tartozik. Nagyon jó kis agyagos bányahomokot találtunk itt közelben, és rétegenként ledöngöljük a vizes homokot egy ilyen zsalu kalodába, ami OSB lapokból van, és úgy fog összetömörödni, és kapunk majd egy ilyen blokkot, amit majd szépen föntről ledöntjük, ezt a réteget, vagy gondolom mindenki láthatja, és akkor úgy faragjuk vissza. Ez nagyon erős döngölés, az már ad neki egy olyat, hogy tényleg faragni lehet, tehát mint egy homokkövet szinte, és ez a szépen, hogy vissza is lehet pakolni, ugye a sáros homokot, és ami után kész vannak a felső részek, aztán mindig lefixáljuk egy ilyen vízbázisú fixálóval, és az hogyha szépen megszárad rajta, akkor ellenáll viharnak, esőnek, tehát valójában a fagy az, ami tönkre teszi, tehát decemberig megmarad. Magyarországon még nem nagyon ismerik annyira szerintem, külföldön eléggé elterjedt, Hollandiába, Németországba, ugye Spanyolországba, akár még a tengerparton is van, ez nem ugyanaz a műfaj, mert ott a tengerparton kisebb homokot csinálnak, mert ugye nincs agyag a homokba, és nem képes ekkorára nem tudják fölgenerálni. A szobor a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készül el, a kivitelezést a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Munkatársai segítik. Június 19-én csütörtökön korlátozottan, de újra megnyitja kapuit a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Az intézményben szigorú szabályok mellett előre leadott könyvrendeléseket vehetnek át az olvasók hétköznap délután 2 órától egészen este 6 óráig. Szigorú egészségügyi előírásokat betartva és egy új rendszert kialakítva, június 18-án csütörtökön részlegesen újra fogad olvasni vágyókat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Az intézmény előre leadott kölcsönzési kérelem alapján állítja össze a maximum 10 darabból álló könyvcsomagot, a művelődési házban pedig kötelező lesz az olvasójegy felmutatása is. Számunkra is több előírást tettek kötelezővé, amit meg kell valósítani. Elsősorban a Magyar Könyvtáros Egyesület javaslata alapján többszintes nyitási lehetőség áll a könyvtárak, illetve nyitási kötelezettség áll a könyvtárak előtt. Azt jelenti, hogy az első szint megvalósításánál csak előre leadott rendelés alapján összeállított könyvcsomagokat lehet elvinni a kedves olvasóknak. Tehát ami a lényeg, hogy csütörtöktől rövidített nyitvatartás alatt, ez annyit jelent, hogy délután 2 és 6 óra között lesz nyitva a könyvtár. A honlapon, illetve a Facebook oldalon pontosan fel fogjuk tüntetni, hogy milyen feltételekkel és lehetőségekkel lehet az olvasóknak a könyveket rendelni telefonon, e-mailben, segíthetünk funkcióval. Nagyon fontos kiemelni, hogy akinél még van könyv, azt az elkövetkezendő 2 napban a lehetőség szerint a Biblioboxban helyezze el, tehát hogyha lehetséges, ne akkor hozza vissza a könyvet, amikor érkezik, de ha nem tudja megoldani, akkor az sem akadály.
A könyvtárba csak szájmaszk viselésével lehet belépni, beszereztünk készfertőtlenítőt, annak a használata is kötelező, és lehetőség szerint az 1,5 méteres távolság megtartására törekszünk, és erre kérjük az olvasóinkat is. Különböző segítő piktogramok, plakátok fogják ezt az eligazodást segíteni. Tehát hangsúlyozom, hogy csak előre megrendelt, összeállított könyvcsomagokért lehet jönni. Nincsen helyben használat, tehát ez az első szinten tilos, ergo nincsen folyóiratolvasás, nincsen számítógép használat, és nem lehet a könyvtári polcok között szabadon bóklászva keresgélni. Mivel sok idős olvasónk is volt, és reméljük, hogy a továbbiakban marad és lesz is, akik nem használták a könyvtári katalógusunkat, ezért őnekik azért elsősorban a telefonon való könyv előkészítést javasoljuk, de akik már számítógépet használtak valamilyen szinten módon, az elmúlt napokban elkészítettünk 6 kis videót, ami a könyvtár katalógus használatával kapcsolatban segítséget nyújt. Tehát én úgy gondolom, hogy azokat végignézve nagyon könnyen lehet akkor a könyvtár katalógusában böngészve az újdonságokat is megnézni. Változtattunk azon is, hogy ebben az időszak után 10 könyvet lehet egyszerre kivenni, és ebből 4 lehet az újonnan beszerzett könyv. Ez azt jelenti, hogy március 16-a óta azért a könyvtár folyamatosan rendelt új könyveket, és dolgozott fel, de hogy az olvasóknak egyenlő lehetőséget, esélyt biztosítsunk az új könyvekhez való hozzáféréshez, ezért hoztuk ezt a szabályt, hogy egyénenként, olvasóként maximum 4 új könyvet foglalhatnak le. A gyermekkönyvtári könyvek is kölcsönözhetőek, de a felnőtt könyvtárban, tehát külön a gyerekkönyvtár nem működik, hanem a gyerekkönyvtári igényeket is a felnőtt könyvtárban fogjuk kielégíteni. A koronavírus járvány nagy mértékben átírta a közoktatási intézmények évvégi menetrendjét. Az online oktatások mellett nem kerülhetett sor a bizonyítványosztásra, sok helyen pedig a ballagás is rendhagyó módon zajlott. Az általános iskolák most a nyári napközis táboroztatást vállalták el június 2. feléig. Kidobóval, focival, de egyéb más programokkal is fogadják az általános iskolák azokat a diákokat, akiknek szüleik munka miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyermekeiknek. A jelenlegi járványügyi helyzetben új rendszer alakult ki az oktatási intézményekben, így például a Vaszari János Általános Iskola is nyári napközis táborral segíti a fiatalok elhelyeztetését a vakáció elején. Június 26-áig itt az iskolában napközis tábort tartunk, és úgy tudom, minden intézmény. Ilyenkor a gyermekek, akiket nem tudnak otthon felügyelet alatt tartani, behozzák az iskolába, és június 26-áig itt ilyen kis foglalkozásokat tartunk nekik. 20 tanulónk van úgy átlagban, és két nevelő van velük. Általában az udvaron, a szabadban vannak a gyermekek, ugye az érkezések az ebédlőben történnek, és minden mellett próbálnak kint a szabadban játszani, rajzolnak, krétarajzok készülnek, most pedig az esős időre való tekintettel a tornaterembe jöttünk be velük. Nem egyszerű, de azt hiszem, hogy minden gyermek felszabadult, hogy egy kicsit kikerült otthonról, és nagyon örülnek annak most éppen, hogy az iskolában lehetnek, hiszen nem a tanulásról, hanem a játékról beszélgetnek, nagyon sokat beszélgetnek a gyerekek, egyre kevésbé kerül elő a mobiltelefon, ugye az elmúlt időszak erről szólt, a digitális oktatásról, és most úgy látjuk, hogy azért többet beszélgetnek, együtt játszanak, kicsit felértékelődik ez az együttlét a gyerekeknél. A bizonyítványok írása történik, bár nem lesz tanévzáró ünnepség, és a következő tanév elején kapják meg a bizonyítványt a diákok, ugye a rendkívüli helyzetre való tekintettel. És most a kollégák ezt az évet zárják le, a szertárok rendezése, a tantermek rendezése, a nyolcadikosok ugye kiköltöznek a tantermekből, a következő 5. évfolyam, illetve a 4-esek kiköltöznek a következő 1. évfolyam számára. Tisztává szeretnék tenni a termeket, tehát ezek festése történik meg. Ehhez ugye a dekorációk leszedése, úgyhogy a kollégák a bizonyítványírások mellett ugye a szaktantermeket, osztálytermeket rendezik, ugye a következő tanévet már úgy tudjuk kezdeni, hogy minden rendben van a termekben.
Az edzőteremben végezhető mozgásformák mellett egyre többen választják a táncot, mint sportolási lehetőséget. Tatán a tánc számos válfaját próbálhatják ki az érdeklődők, így a latin formáját is, amit Szalai Vanessa oktat több mint 10 éves versenytáncos múlttal. Közel 2 hete újra zenére jár a sportolni vágyók teste, a koronavírus járvány miatt ugyanis lassan, de ismét megnyitottak a tatai tánciskolák. A mozgásforma legkülönbözőbb formáit sajátíthatják el az érdeklődők profi oktatóktól. Szalai Vanessa több mint 10 éves versenytánc múltra tekinthet vissza, jelenleg pedig a latin tánc rejtelmeibe vezeti be a város lakóit. Én már 8 éves korom óta a tánccal foglalkozom, és meg is maradtam, a szakmám is ez, hivatásos táncosként diplomáztam le, és igazából nem tudom máshol elképzelni így az életem, vagy másképp, más szakmai területen, és nagyon szeretem ezt csinálni. Azt gondolom, hogy a mozgás egyik fajtája a tánc, tehát nem csak futás, súlyzós edzés alatt értünk mozgást, a tánc is ugyanúgy ide tartozik, és én azt gondolom, hogy még a mai napig megmaradt az, hogy előszeretettel szeretnek táncot tanulni az emberek. Nagyon sok tánciskola ugye már stílusra bontva működik. Mi főként a latin és a karibi latin autentikus táncot képviseljük, de nagyon sok mást is tanulunk, tanítok. Viszont ami most nálunk nagyon népszerű, ez a karibi latin tánc. Mi egy picikét másabban tanuljuk, mint mondjuk egy zumba óra. Mi az autentikus részét tanuljuk meg a karibi latin táncoknak, úgyhogy mi tanulunk kubai szalszát, bachatát, reggaetont és kizombát is. Nagyon sok tánciskola működik még mellettem, más stílusokban, azonos stílusban. Én azt látom, hogy a tevékenykedés, tehát a tevékenységi oldalukon, hogy mindenki a saját kis vendégkörével eltáncolgat, eltanulgat, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sokan táncolunk itt Tatán, és ha nem is nálam, de örülök, hogy sokan táncolunk. A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény munkatársai várják azok hívását, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatosan ellátásuk terén segítségre szorulnak, amennyiben idősek, karanténban lévők vagy nagycsaládosok. Az érintettek munkaidőben a 06-30-691-0049-es telefonszámot, éjjel-nappal pedig a 06-30-340-43-43-as telefonszámot hívhatják. Következzenek keddesti híreink még egyszer röviden. 5 méter magas homokszobor készül a Kossuth téren. Újra várja az olvasni vágyókat a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár. Június 26-áig az általános iskolák tartanak napközis tábort. Teret hódít a latin tánc, mint mozgásforma Tatán. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök június 16-án, kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Maradjanak velünk, hiszen folytatásban Sportkett című műsorunk következik. Én további szép estét kívánok, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!